Oltópontot alakítottak ki a Tolna megyei Balassa János kórházban a két ünnep között. A szekszárdi intézményben a napokban megérkezett 975 koronavírus elleni Pfizer oltóanyag, amiket első körben az egészségügyi dolgozóknak adnak be. A kórháznak a C épületében alakult egy olyan nagy kapacitású oltópont, ami alkalmas arra, hogy ezt a 975 anyag egy tárcányi oltóanyagot, ezt 5 nap alatt eloltsuk. Eddig 700 egészségügyi munkavállaló jelentkezett a COVID-oltásra, a Tolna megyei Balassa János Kórház 1600 dolgozójából. 100 alkalmazottat már beoltottak. Folyamatosan oltják majd be a regisztrált dolgozókat egy oltási terv szerint. A kórház főigazgatósága is benne van az első körben. Az oltási tervről annyit kell tudni, hogy most elsőként a egészségügyi dolgozók, azon belül is a fekvőbetegellátásban szolgálatot teljesítők fogják megkapni az oltást. Ugye ebbe tartozik a megyei kórház, illetve a Tolna megyének másik két kórháza, Bonyhárdé és a Dombovári Városi Intézmény. Ezt követően jönnek az egészségügynek a további szereplői, ezt követően a szociális ágazat, ezt követően majd az idősek az eddig tudott oltási rendszerint. Hamarosan megérkezik az a hűtő is, ami mínusz 70 fokon is tud hűteni, ezáltal hosszabb ideig tárolható benne az oltóanyag. Ezáltal a munka szervezése, az emberek behívása is könnyebbé válik, tette hozzá Német Csaba főigazgató. Tolna megyében az oltópontokat a jövőben bővíteni fogják, egyelőre azonban a szekszárdi kórházban van mód az oltásra. A következő adag, mintegy 1000 darab vakcina, a jövő héten érkezik az intézménybe.